Arra szeretném kérni, hogy a családról pár szót, hogyha mesélnek. Igen. Hát először is a nevem Banyák Nándor, és ősrégi zenei családból származom. Bihari János, az az ők nagyapám volt. Annak a felesége Banyák Éva volt, de miután először nem voltak megesküdve, így az egyik ág Banyák maradt, és a másik ág, mikor megesküdtek, Bihari lett. Most ebből a családból, a Banyák családból nagyon-nagyon sok jó muzsikus kikerült. Például a nagyapám, az egy nagyon jó cimbalmos volt, a Sovánka Nándor, az egy nagyon régi, nagy prímás. A Sovánka Nándornak a cimbalmosa volt. És ugyanebből a családból rögtön ki kell emelnem a bátyámat, Banyák Kálmánt, akiről majd később beszélünk, aki már másfél éves korában tulajdonképpen már hegedülni tudott, de erre majd később ugye visszatérünk. Körülbelül azt hiszem, hogy ez az első, amit el kell mondanom. És a gyerekkorról egy pár szót, hogy hogyan és mikor tetszett elkezdeni tanulni hegedülni? Na most hát 4,5 éves voltam, amikor kezdtem tanulni hegedülni, rendkívüli gyorsasággal tanultam, ingyenesen tanítottak. Mazopusz Péter volt az első tanárom, ő ingyenesen elvállalt, és már 8 éves koromban már első zeneakadémista anyagot játszottam. Aztán közben jött a háború, ami nagyon nem jót tett nekünk, az egész családnak. Bombázások elől el kellett menekülnünk vidékre. Majd 1945-ben, novemberében jöttünk vissza, és az orosz csapatoknak a bejövetele után még nem hegedültem rögtön. Majd később elmentem a Mazopusz Péterhez, és akkor szinte újból kezdtem az egész tanulmányaimat. 17 éves koromban a főiskolára elvitt Mazopusz Péter, bemutatott a világhírű Rados professzornak, hát ugye ezt nem is kell mondanom, ez a világhírű iskola, Rados Zatureczky iskola, és hát szerencsés helyzetbe kerültem, később áldottam a jó Istent is ezért, hogy ilyen hatalmas nagy tanárhoz kerültem, mint a Rados Dezső professzor úr, mert mint emberileg is, és mint muzsikus, hát valami csoda volt. Imádta a romákat. Mindig azt mondta, ők a legtehetségesebbek. Tehát nem a biboldók, hogy úgy mondjam, a zsidók, hanem a cigányok a legnagyobb tehetségek. És hát nagyon sok nagyon jó dolgot tanultam tőle, és ezt tudtam kamatoztatni egész életemben, nagyon irtózatos, csodálatos metodika, ami őnála volt, főleg jobb kéz, főleg vonós kéz metodika, amit nagyon tudott tanítani, és később úgy tudtam hegedülni, akár 8-10 órát tudtam egyfolytában hegedülni, annélkül, hogy elfáradtam volna, mert olyan lazára tudta felkészíteni az embert, olyan lazaságra tudta tanítani, ami elképesztő. Tehát egyszerűen nem volt görcs a kézbe. Az egész kifejezés a hegedülésemnek megváltozott, minden megváltozott. Tehát nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen nagy tanárhoz jártam. De itt rögtön ki kell emelnem, hogy nagyon sok, nagyon nagy tehetség volt abban az időben. Kovács Dénes, Rados Növendék, Szász József, Rados Növendék, Pau György, és így tovább.
Ezek mind nagyon nagy tehetségek voltak, és mint ahogy Kovács Dénes háromszoros Kossuth Díjas kiváló művész lett, és hát én abba a szerencsés helyzetbe kerültem, mint roma gyerek, egyedüli roma gyerek, ezt is hozzá kell tennem, mert nagyon kevés dicsekedhetik ebben, hogy egy koncertmesteri helyet kaptam szimfonikus zenekarban, ahol 15 évig voltam koncertmester. És ebben paralel tanítottam iskolában. Rendes alapiskolában kisgyerekeket. Én Kodály módszerrel tanítottam a kisgyerekeket, de felnőtteket is tanítottam. A országos szórakoztató zenei stúdiónak voltam a tanárja, és ott ABC kategóriára készítettük föl az embereket. Ebben lehetett elhelyezkedni, B és A kategóriával lehetett kimenni külföldre, és nagyon-nagyon sok jó növendékem volt az iskolában, a stúdióban, de azt hiszem, hogy kettőt azonnal ki kell emelnem. Lakatos Robi, aki most világhírű zenekarja van, és Kálai Kisernő, akinek szintén világhírű zenekara van, mert a külföldiek tömkelege állandóan oda megy, és hallgatni őt, vagy az édesapját. Tudom, hogy külföldön nagyon sokat tetszett játszani. Merre tetszett járni, milyen zenekarokban? Na most pár fordulatot vett az életem 1973-ban, 1957-től 1973-ig voltam koncertmester. Akkor ez itt Magyarországon? Ez Magyarországon, Budapesten. A két vezető karmesterünk Vavrinec Béla és Králik János volt. Mind a kettő nagyszerű ember volt. Nagyon jó kijöttem velük, és nagyon jó viszonyban voltam velük. És hát az összes kollégával, szeretetre méltó kollégákkal voltam körülvéve, tényleg nagyon jól éreztem magam. De viszont ugye az anyagi helyzet eléggé szűkös volt, hiába voltam koncertmester, igazán nem nagyon tudtam érvényesülni. Ugyan sokszor felléptem a Zeneakadémián, mint szólista, főleg a Králik Jancsi kísért engem, és nagyon szép sikereket értem el, de hát ugye Kossuth Díjat nem kaptam, és így tovább, és hát mit tudok erről mondani. Tehát nem is lehetett, mert ez az ország nem is bírna el 3-4 nagy művész tulajdonképpen. Ott volt a Dénes, és hát ő tényleg egy nagyon nagy művész, mindig csak úgy tudok rá emlékezni, mint egy nagy művészre. És akkor 73-ban ezek... 73-ban volt a Pál fordulatom. Akkor hozzám jött egy kollega, hogy nincs-e kedvem kurorkeszterben, tehát szalonzenekarban játszani. Hát én mondtam neki, hogy ugyanezt még nem próbáltam, de hát ő egy nagyon magas fizetést ajánlott nyugat-német márkában, és hát gondoltam, elmegyek vele, és hát megpróbáljuk. 6 hónap a szerződést kínált, nagyon nagy szeretettel gondolok a mai napig rá, ő indított el a pályán, Zsolnai Vilmos, klarinétművész, most is szenzációs, amit idős korára tud produkálni, egy csodálatos nagy big bandje van, ami a rádióban is játszik, külföldön is fellép, és hát ő elvitt engem, és ott megtanultam tulajdonképpen a csinyát, binyát ennek az egész műfajnak, és hát nagyon jó pénzt kerestem. Tulajdonképpen jó is éreztem magam meglehetősen, de igazán nem, mert hát korban különbség volt közöttünk, a zenekar és én közöttem, én 30 éves, 30-valány éves voltam, ők meg már 50-en fölül voltak, és hát szeretett volna még tovább, hogy menjek vele, de akkor megismerkedtem Benedek Tamás professzor úrral, ő a főiskolán tanított, Zeneakadémián, klarinétművész,
és oda kötöttem tulajdonképpen életemet, mert nagyon sokáig, 1975-től 1993-ig vele játszottam. Ez külföldön volt? Ez külföldön. Mindig máshol tulajdonképpen. Játszottam egy nagyon szép szigeten, Borkum szigete volt. Ott sokáig, Altenauba am Harz, ez hegyes vidék. Bad Nauheimben, Weltbad, ez nagyon híres, ez a hely is. És hát nagyon sok szép helyen, sőt, abban az időben nem tudta kikerülni muzsikusok, az Álomhajón is játszottam, a Traumschiffen, ővelük játszottunk, remek banda volt, a Révés Sanyi volt az énekesünk, a Sie Attila, a Expressből a Pozános, és így tovább, nagyon jól össze volt szedve a banda, és hát... Milyen repertoár volt ez, hogy még Révés Sándor is énekelt, és volt, tehát akkor ez már egy kicsit olyan jazzesebb dolgok is voltak benne a szalonzenén kívül? Igen, hát itt nagyon érdekes feladatunk volt. Első feladat volt, hogy kísérnünk kellett. És 400 zenekar között nyertük meg a versenyt. Másfél évig volt a verseny, blattolási verseny. És mi nyertük meg, nem volt egyszerű fölkerülni, ez egy tiszta új milliómos hajó volt, és hát itt komoly konkurenciával néztünk szemben, de végül is nyertünk. Akkor, mikor mi fölmentünk, akkor tudtuk tulajdonképpen meg, hogy miért volt ez az egész, mert a világ leghíresebb énekeseit kísértük. Jacqueline Boyer, Sammy Davis, Donna Hightower, ötszörös alanylemezes néger jazz énekesnő Amerikából. De így sorolhatnám Genghis Khan, abban az időben fönt ragyogott a csillagok, első helyen voltak. A Genghis Khan együttes. Tehát nekünk nem lehetett, ott nem volt arra idő, hogy mi gyakorolgassunk. 10 órakor kezdődött délelőtt a próba. Próba volt, lehet, hogy csak egy óra, lehet, hogy 3 óra, és este 600 ember nézte a hajón ezt az előadást, és ott hibátlanul kellett menni. Gyönyörű volt, 80 országban voltam. Fantasztikus. Csodálatos volt. Tényleg nagyon sok mindent láttam, de én már előtte is láttam nagyon-nagyon sok mindent, mert én a Vasas Központi Művész Együttesnek, megint csak azt kell mondanom, paralel voltam a népi zenekarnak, egy 14 tagú népi zenekar volt, annak voltam a vezető primása. És hát nagyon csodálatos emberekkel dolgoztam, mint koreográfus, a Györgyfalvai Katalinnal és a Szigeti Károllyal. Hát ezek olyan nevek, mind a kettő, mintha most azt mondanám, Rábai Miklós. Csodálatos két ember volt, zseniálisak voltak mind a ketten. Gyönyörű, és itt rögtön ki kell hangsúlyoznom, hogy egyszer megnyertük az Európa versenyt Dijonban, ami a fődíj, a fődíjat nyertük meg, 24 ország versenyzett a fődíjért. A fődíj 2 kg 24 karátos arany nyaklánc volt, és 24 Napóleon arany volt körben, még rajta, és egy hatalmas nagy medál. Ez volt a fődíj, amit a nagyon jó barátom, a Művészeti Szövetségek főtitkára, volt főtitkára Simó Tibor, az vett át, és később a szakszervezetek székházában láttam egy vitrínbe viszont. Szóval ez csodálatos volt, ez is egy nagy élmény volt számunkra. Még valamit itt meg kell említenem. Két alkalommal játszottam egy nagyon jó kollégámmal a stúdiónak egyik tanárja, mindenki ismer az egész ország, Benke Imrével, és én nagyon örülök neki, hogy ő vele is játszottam, egy rendkívül jó klarinétos és szakszafonos fiú, aki most már ugyan abba hagyta, csak tanítással foglalkozik. Itt muszáj volt erre kitérnem. Tehát
időközben, tehát kétszer elmentem ő vele is játszani kurzenét, tehát szalonzenét. Na most 93-ban Benedek Tamás bejelentette, hogy abba hagyja ezt az egész dolgot, és hát ő most már egy nagy hanglemes stúdiót nyitott Magyarországon, aztán nem tudom, hogy többé-kevésbé sikerrel, hogy működött, igazán ezt már nem tudom, és mondta, hogy maradjak ott, Bárdnauhemban. Közben nekem volt egy főiskolai tanár barátom, Iván Bianchi, aki meghívott engem, hogy menjek az ő zenekarában dirigálni a zenekart, és akkor így kerültem 1993. szeptember 1-ével Bad Wörishofenben. Na, ez egy világhírű hely. Ez az a hely, ahol a Kneipp, a Fara Kneipp, tehát a Fara az azt jelenti, hogy pap. Ez a pap kitalálta a hideg-meleg vizes kórát. Na most az egész világról oda, tehát ez egy természetgyógyászszerűség, valami természetgyógyász metódika ez, amit ő kitalált, és az egész világról, tehát New Yorktól kezdve Izraelig mindenki oda jön gyógyítani, ami már gyógyíthatatlan. Mert ez az érdekessége, hogy amit már nem tudnak befolyásolni szintetikus vagy nem tudom milyen gyógyszerekkel, akkor ez a hideg, meleg, vizes kúrával ebben meg lehet állítani, csodálatos dolgokat lehet vele csinálni. Többek között elmondok egy történetet, a Fara Kneipp meghívást kapott a főpásztortól, a pápától, mert a pápa nem tudott aludni, tehát álmatlanságba szenvedett, és ő kiment a kis kannájával, mert kannából öntötte a meleg vizet először, forró vizet a testre, és utána hideg vizet, ugyanoda. És meggyógyította, én is megtanultam ezt a módszert, ha nem lehet aludni, hogy mit kell csinálni. Hideg vizet kell a nagy ujjon, bal lábon keresztül engedni, a hideg vizet föl a térdig, utána vissza, azt háromszor megcsinálni, utána a jobb lábon ugyanezt. Uh-huh. És akkor utána gondolkodtam, miért, hát persze leszívja a vért a fejből, mindenhonnét a hideg víz, odaáramlik és elálmosodik az ember. Na, és így akkor a Fara Kneipp meggyógyította a pápát, és megkapta a Monsignore kitüntetés, Monsignore címzetes lett. Na hát itt voltam ezen a kurorton, csodálatos szép hely, csodálatos dúsgazdag kurort és csodálatos vendégek. A kívánságokból is kiderül, hogy csodálatos vendégek, mert olyanokat kértek, például Max Bruch violin koncert, vagy opera fantáziákat, vagy, és így tovább, zongora verseket, csodálatos volt a kurort. Na most ott voltam 1997-ig, sajnos akkor bekövetkezett ennek a barátomnak, az Iván Bianchinak a halála, szinte egyik napra, a másik napra nagyon-nagyon beteg volt, és haza kellett mennie, és utána később meg is halt. És akkor gondolkodtam rajta, hogy abba hagyom ezt az egész dolgot, és már nem fogok tovább játszani, végül is már nyugdíjképes voltam, és egyszer csak csengett a telefon, egy régi barátom impresszárió telefonált, hogy egy csodálatos hely van szalonzenekar részére, 8 tagú szalonzenekarra, későbbet 9, én fölemeltettem, és hát egy sziget. Később kiderült, hogy ez a sziget az északi tengerben van, ez Nordenai. Gyönyörű. Először nem akartam elvállalni, mert azt mondtam, nem megyek szigetre, ott mindig fúj a szél, hideg van, északi tenger. Na hát azt mondta, próbáld ki, legalább csak 3 hónapot próbálj ki. Na akkor aláírtam a szerződést, kimentünk, hát mintha Monte Carlo-ba lettem volna, olyan gyönyörű. Csodálatos volt a sziget, úgy volt megépítve az egész város,
hogy a szél szinte alig tudott bejönni. És körbevették fákkal, és hát nagyon megtetszett, nagyon szép időt is fogtam ki, és nagyon megtetszett, és akkor én aláírtam a szerződést, és a mai napig tulajdonképpen minden évben megyünk április, és akkor október végén jövünk haza. Ezt még hozzá kell tennem, hogy milyen erős a zene ott, és milyen komoly a dolog. Minket a varsói szimfonikusok váltanak fel. Tehát ott nem lehet össze-vissza játszanunk, mert olyan hatalmas a konkurencia, hogy ott mindenkinek, aki velem van, ott mindenkinek szólistának kell lenni, és nagyon kell tudni játszani. Hát nagyon jó muzsikusokkal játszottam, nagyon sok jó muzsikusokkal együtt. Most is nagyon jó a zenekarom tulajdonképpen. Nagyjából állandóak a tagok? Állandóak, tulajdonképpen állandóak. Nem vagyok híve a váltásnak, mert az csak ront a helyzeten. És az első évben, mikor oda mentünk, akkor rendkívüli kemény helyzetben voltunk. Én gondoltam, hogy itt egy normál szalonzenekari dolog van, és hát ezt játszva ki fogjuk majd heverni, nem fogunk ebből nagy gondot, problémát okozni. És az első kívánság műsornál, az első Wunsch koncertnál rádöbbentem, hogy sajnos ez nem olyan hely, mint ahol voltam eddig. Bad Nauheim, ami vetekedett vele, meg Bad Wörishofen ebben a helyen, mert olyanokat kértek, hogy 3 hónapon keresztül, ezt példaképpen mondom a fiatalságnak, 3 hónapon keresztül délelőtt játszottunk, délután játszottunk, este játszottunk, 9:30-kor befejeztük a koncertot, és 12-ig próbáltunk. Minden nap 3 hónapon keresztül. Hogy ne égjünk. És hát nagyon örültem neki, mert nagyon-nagyon jól ment, mindenki meg volt elégedve, a közönség beírt, hetente 50-100 darab levelet írtak az igazgatóságra, hogy csodálatos a zenekar, gratulálnak nekük, hogy ilyen jó zenekart tudtak szerezni, és hogy milyen jó kapcsolatban vagyunk a közönséggel, mert hát én ezt is ápolom, mert ugyan mi színpadon játszunk, és rendes színházteremben, de én mindig arra gondolok, hogy az igazi kapcsolat az, mintha én vendéglátóban volnék, amikor én lejöttem a színpadról, ott átcsorog a közönség, akkor én még beszélgetek velük, megkérdezem, nincs-e valami kívánságuk, még külön extra kívánságuk, vagy esetleg akarnak valamit, vagy akár ha esetleg Wunsch koncert, amikor kívánságműsor van, ha valaki esetleg úgy énekel, vagy úgy tud valamit játszani, esetleg még föl is léphet velünk, de előzőleg természetes meghallgatom, mert az nem úgy megy, hogy ugye följön a színpadra, és akkor nem fog tudni, de ha valamit jót csinál, akkor még játszhat is velünk ezen a kívánság hangversenyen egy számot természetesen. Ez nagyon jó ötlet, hogy ilyet is igen. Lehet, hogy a közönségből, ha valaki ügyesen játszik valamit, akkor megmutathatja. Igen, hát ez egy jó dolog. Még van valami, ami most jövőre szeretném megvalósítani, hogy gyerekműsort nevelni a jövő generációját, csak gyerekeknek játszanánk. És a gyerekek is följöhetnek a színpadra, énekelhetnek, hozhatnak hangszert, játszhatnak, gitározhatnak, hegedülhetnek, trombitálhatnak, zongorázhatnak, amit tudnak, mindent be lehet mutatni, cukrokat fogunk osztogatni, erről már beszéltünk, vásárolunk egy csomó cukrot, és akkor a közönség közé lemegyünk, mindenki kap egy-egy cukorkát, vagy nyalókát, a kis csokoládét, nem számít, hogy 1000-en vannak ott, az sem számít, a lényeg az, hogy a közönséget nevelni kell. Szász Toguról tetszett nekem említeni, mielőtt a riportot elkezdtük, hogy az alakításában igen. Fontos szerepe volt. Hát az originál történet, mindenki beszél a tévében,
ugye televízióban, mikor megkérdezik a 100 tagút, és ilyen anekdota szerűen elmondanak valamit, ami hát nem valóság. A igazi valóság az, hogy ez a 100 tagú cigán zenekar nem lett volna, ha nem lett volna egy magyar ember, akit úgy hívtak, hogy dr. Gyenes József. Ez, ha romákon múlt volna, sose lett volna meg. Ez úgy történt az egész dolog, hogy a Mészáros Tivadar, a dr. Gyenes és jó magam, mi ketten álltunk Budapesten egy sarkon. Beszélgettünk. Én már rég ismerem ezt a dr. Gyenes, régen ismertem. És jött a Mészáros Tivadar, a cinege, ő volt a Duna Művész Együttesnek a vezető primása, és ő is ismerte a dr. Gyenes, a cinegét nagyon jó. Azt mondja, hova mész cinikén? Azt mondja a cinege, hát megyek temetésre, meghalt valami nagyon nagy roma, most már nem emlékszem, hogy ki halt meg akkor, 1985-ben. Megyek a temetésre, leszünk vagy százan, akik muzsikálunk. És erre megszólalt a Gyenes Józsi. Érdekes, ti százan muzsikáltok a temetőben a halottaknak, halottnak. Miért nem az élőknek muzsikáltok százan? És gondol. Akkor egymásra néztünk, és rögtön tudtuk, hogy olyan nagy ötletet mondott, amit überolni nem lehet. Ilyen még nem volt a romáknál, hogy 100 tag. Uh-huh. És akkor rögtön rácsaptuk, rámondtuk, hát akkor muzsikáljunk élőknek 100-an. Na de hogyan? Most jött a nagy, na de hogyan? Se pénzünk, semmink nem volt. Hát gondoltuk, hogy hát majd valahogy megszervezzük ezt, és akik hát mondjuk tehetősebbek, összeadnak pénzt, és akkor valahogy el fogunk indulni. Elmentünk az együttesekhez, akkor én a zenekari gyakorlatot tanítottam a zenei stúdióban, nagyon sok roma oda jár, körülbelül 50-60 romát tanítottam, cimbalmosok, bőgősök, brácsosok, hegedősök, klarnétosok, mindenki járt. És én felajánlottam, hogy abból is kiszedjük a legjobbakat, és akkor menjünk el a Magyar Állami Népi Együtteshez, a Berki Lacihoz, menjünk el a Szalai Antihoz, menjünk el a, ugye hát az eleve adva volt a Mészáros Tivadar, és akkor még létezett a Budapest Tánc Együttes, a Berkinek a fia vezette akkor. És elmentünk minden együtteshez, örömmel fogadták, nagyon nagy ovációval, és hát már minden meg volt beszélve, csak pénzkérdés volt. Na most ez a dolog, amit előbb említettem, hogy összeadunk pénzt, összejöttünk, nagyon sokan összejöttünk, a legjobb romák ott voltak, aki számított az élvonalban, nem akarok kiemelni senkit sem, hogy ne legyen sértődés, tehát akik számítottak, ott voltak az élvonalban. Nem akarom mondani, hogy ki, mert nem akarom megbántani a családot sem, de valaki, mikor én azt mondtam, hogy mindenki adjon 20 ezer forintot be, akkor valaki megszólalt, azt mondta, Nándikám, hát tudjuk, hogy te nem rosszul állsz, de én a szegény ember, honnét adjak, amikor köztudott, ő volt az egyik leggazdagabb ember a romák között. Ebben kész is lett, nem lett belőle semmi. Megint ott álltunk hároman, a Gyenes, a cineke és én, és nem volt együttes. Mert megtorpedozták ezt az egészet. Akkor azt mondja a dr. Gyenes nekünk, na ne keseredjetek el, ne törődjetek semmivel, van nekem egy barátom, a Pegazus irodának a vezetője. Hát elmentünk a Pegazus irodába, rögtön. Rögtön fogadtak, és kérdezte hát a dr. Gyenestől, mert ő volt a barát, hát mi járatban. És akkor elmondta a dr. Gyenes neki, hogy ez a nagy lehetőség volna 100 cigány muzsikálna egy színpadon. Az egy csodálatos dolog volna, hogyha tényleg 100 cigány húzná. Ez a férfi egy nagyon okos,
nagyon jó üzletember volt. Azt mondta, rendben van, mennyit kértek? Azt mondja a doktor Gyenes, hát 1 milliót. Azt mondja, jó, kaptok tőlem 1 500 000 forintot, és minden jog az enyém. Én adom el a zenekart, a lemezeket, és mindent én ponzorálok. Hát akkor belement a 100 tagú zenekar ebbe természetesen örömmel, de ez olyan nagyszerűen intézte ez az illető, sajnos már nem tudom a nevét, mert mondanám, és hogy rögtön 16-szor ment a 100 tagú cigány zenekar Olaszországba. Csütörtökön indultunk repülőgéppel, csütörtökön mentünk, és vasárnap jöttünk repülőben. Minden hétvége Olaszországban volt, és az olasz televízióban játszottunk. Szóval nagyon, nagyon nagy siker volt, és nagyon jó volt. És akkor én még voltam egy darabig voltam művészeti vezető, és akkor a Berki Laci átvette az egészet, nekem szerződésem volt Németországban, és akkor ugye, hát a Benedek Tamással, akit említettem, és én nekem ki kellett menni Németországban, aláír szerződésem volt, de csak természetesen, amikor volt időm, akkor én rögtön jöttem a 100 tagúhoz vissza, de már akkor csak vezetőségi tag voltam, nem voltam művészeti vezetője, és primása voltam. Nem vezető primás, mert a Boros Lajos volt a vezető primás, ugye, hát nem is kell mondanom, hogy ilyen nagy név azóta se állott, már nem is fogják tudni sohasem ezt überölni, mert ő volt a legnagyobb a 100 tagúban a Boros Lajos. Aki tényleg, akinek olyan neve volt. Ugye a Berki Lacinak is nagy neve volt, de hát ugye a Boros csak Boros Lajos. Hát most erre nem tudok más mondani, ez olyan, mint a temetés. A romák egymásnak mondanak mindent, hogy hát ez nem olyan jó, meg az nem olyan jó, meg ez a jobb, meg az a jobb, de mikor egy temetés van, azt meg kell nézni, hogy a temetésnél mikor valami nagy roma meghal, akkor olyan pontosan tudja mindenki, hogy hova szabad állni, amikor mennek, kísérik a halottat, akkor mindenki tudja, hogy elől a Boros áll, aztán utána jön ez, vagy utána az, aztán még hátrább ez, és így tovább. Bármit muzsikálunk, és bármennyire jól is játszunk, és eljátszhatom a Csajkovszki koncertot is. Csodálatos, tapsolnak, elragadtatva beszélnek. De most, amit én mondok, ez egy kicsit furcsa. Fölszólnak, fölkiáltanak, hogy csárdás, csárdás, amikor már readás, vége van a műsornak, és akkor van a readás, és fölordítoznak, hogy csárdás, csárdás, ungár is a csárdás. És amikor én elkezdek játszani egy csárdást, friss csárdást, egy kis variációval, egy kicsit megsózzuk ott a dolgot, hát, mint amikor a stadionba belövik a gólt, fölordít a közönség, és föláll akkor, és állva tapsol. Tehát ez a cigány zene, ez a magyar zene, és nem szabad elfelejtenünk-e szerves része a magyar kultúrának, a magyar népzenének. Hiába műzene ez, akkor is egy szerves része, ez egy folyamat, ez a dolog. És nem szabad elfelejtenünk a régieket sem, Biharit, Csermákot, Lavotát. Ezt ugyanúgy ápolni kéne, hát régen a tankönyvekben, benn volt az iskolai tankönyvekben, most nézegetem a tankönyveket, hát nem nagyon látom benne a alapfokú iskolákban, hogy írnának Csermákról, vagy Lavotáról, vagy akármelyik nagy zeneszerzőnkről. Vagy egyáltalán
Most én mondok magának valamit, és ez nagyon komoly dolog, most, amit mondok. Amikor Kodály Zoltán, Bartók Béla elindult, még mikor fiatalok voltak, és összegyűjtötték ezt a nagyon komoly népzenei anyagot, és egy csodálatos valamit teremtettek, egy magyar állami népi együttest teremtettek. Egy ilyen emberrel, mint akik voltak a népi együttesnek a vezetői, nem hangsúlyozom, hogy a Rábai, vagy mit tudom, Molnár a budapesti, és a zenészek. És arra az alapokra helyeződött minden, amit a Kodály és a Bartók összegyűjtött. Tehát a tiszta zenére, ami a, igazán a magyar zene. Erre volt ráépítve, tehát erre épített rá Daróczi Bátos Tamás, Gulyás Laci, Vavrinec Béla, még így tudnám sorolni. Tehát ezt kellene tulajdonképpen megnézni, hogy az a zene, amit akkor kitaláltak, ami milliárdokat fölemésztett, milliárdokat a kottaírás, a hangszerelése, a zeneszerzőknek kifizettek, az összes népi együtteseknél a csomó-csomó pénz, a hangszerek, minden. És ezt tönkre menni, hagyni felelőtlenség. Mert mi már eltértünk a Kodály Bartók irányzattól, sajnos összekeverik a szezont a fazonnal, ezt nem kritikaféleképpen mondom, de ha nem akarok se együttesekről beszélni, se senki olyan, hogy valaki meg ne sértődjön, de ha bekapcsolom mondjuk a Duna televíziót, ott még látok néptáncot. Na most gondolja el, hogy kalotaszegi viseletben vannak, és mit tudom én, egy teljesen más jellegű zene szólalattal. Hát most a családomról szeretnék beszélni. 1962. november 14-én nősültem meg. A feleségem az Cséki Irén, a Cséki család, aki most is a Lakatos Robival van, a zongoristája, annak a Cséki családnak a rokonság, tehát a Cséki Kálmán a csellista, aki a legjobb bandákban muzsikál, és a feleségemnek a már a rokonságáról is két szót,
a feleségem rokonsága a magyari családdal kapcsolódik össze, ő is muzsikus családból származik, amiből három gyermekünk született, a legidősebb Irén, a középső Vilma és a legkisebb Brigitta. A legnagyobbiknak a férje az muzsikus, az velem dolgozik, zongorázik, és a középső kereskedéssel foglalkozott. Most egy egész más jellegű dolgot csinál, nagyon jó helyen van, valahol vezető. Brigitta a legkisebbik lányom, annak a férje a Rontó Attila, a gitáros. Az pedig a Lakatos Robinak a zenekarában dolgozik. Most itt kell kihangsúlyoznom az összes romaság felé, hogy az egész családunk meg van térve. Tehát mit jelent az, hogy meg van térve? Azt jelenti, hogy meg van térve, hogy igyekszünk igazat mondani, igyekszünk Istenben lenni és az Úr Jézus Krisztusunkban. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember a lelkével is foglalkozzon, ne csak a materiális dolgokkal. Most a családon belül ugye említettem, hogy vannak, akik tanulnak zenét. A legidősebb unokám, az fuvolázik, és nagyon tehetséges a fuvolán. Nagyon jó, remek technikája van, szép hangja, de még nem végzett, tehát elég fiatal is, 19 éves tulajdonképpen. És de már velem játszik a zenekaromban, nagyszerű szólókat játszik, Mozart fuvola versenytől kezdve, sok-sok mindent, és hát nagyon jól belejött a blakkolásban is, remekül kezdi érezni magát a zenekarban, tehát felszabadultan már ennek nagyon-nagyon örülök, de van még egy unokám, akire remélem, hogy nagyon büszkék leszünk, nem csak mink, hanem az összes roma, az pedig a Kitti unokám, egy kislány, Kittikének hívják, és hát remélem, hogy fognak róla sokat hallani. Nem akarok nagyot mondani, mert hogy az én unokám, de nagyon-nagyon tehetséges lány. És hát ha jó Isten is akarja, és minden összejön, akkor nagyon sok roma büszke lesz rá, és nagyon sok roma fog örülni, mert mint ahogy én is büszke vagyok, ha meghallom azt, hogy egy lendvai Józsi hegedűművész, vagy egy Horváth Béla, vagy akármelyiket, akik annyira tudnak hegedülni, én nem értek egyet azokkal a romákkal, akik azt mondják, hogy hát ez így, meg úgy, meg amúgy, nem, bizony büszkéknek kell lennünk romáknak, hogyha egy kiemelkedő személyiség van közöttünk, mint ahogy büszkék vagyunk arra, hogy van egy Pege Aladár, vagy van egy Szabcsi Lakatos, ugye más téren, és így nagyon, én hallottam a Horváth Bélát személyesen, és itt volt a lakásomban hegedülni, csodálatos tehetség. De a Lendvai Csorcsit is, csodálatos tehetség, mert csak egy sztorit mondok el, a száztagúnak volt a jubileumja, egy éves jubileum. Ott a vezetőség tárgyaltuk, hogy hát most valami ünnepséget kell csinálni, hát mégis kit hívjunk meg. Hát akkor mondtuk, az lesz a legjobb, akkor volt olyan 12 éves körül a kisgyerek, a Lendvai Józsi. Mondtuk, hát a Csócsinak a fiát, a kisgyereket, hívjuk meg. És akkor eljött a kisgyerek, ünnepélyes hangulatból, följött a színpadra, ott ült mellettem a Boros Lajos, lehegedült a kisgyerek a Vinyavszki
ha jól emlékszem, a Velocitét hegedülte, akkor a Paganini egyes kapricsiót, és akkor ottan döbbenten hallgattuk, hogy milyen csodálatosan tud hegedülni. Egyszer csak odafordul hozzám a Boros Lajos, azt mondja nekem, te Nándi, ez a gyerek többet tud, mint minkit százam. Hát szóval ezért vagyunk büszkék tulajdonképpen ilyen emberekre. A feleségem az nagyon szereti a gyerekeket, egy nagyon jó anya volt, amit nagyon köszönök itt neki, és nagyon jó, a gyerekeim is nagyon jók, és nagyon jól neveltek, és intelligensek, és tudnak viselkedni, hála Isten.